Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Sakelmetal autóalkatrész. Halljátok ezt a hangot? Nem a madárcsicsergést, hanem a motoros fűkaszát. De mielőtt még rám törne egy jó kis csobánkai récs, elmondanám, hogy nem Pilisborosjenőn vagyunk, ahogy szoktunk, hanem a Magyarorsi sziklánkon, Delejes 297 méterrel a tengerszint felett, ugye ott van Esztergom, ott van Dorog, Tokod, üveggyár, Tokodi pincesor, mi egyéb számtalan nagy buli és emlékszínhelye. És most nekem egy biciklitesztet kéne csinálnom, de azt gondolom, hogy önmagában egy bicikli azért nem sok embert érdekel, még akkor sem, hogyha ennyire fullos, háromszoros S-line. Viszont azt akarom megmutatni inkább, hogy hol nőttem fel én. Esztergom kertváros Dorogot, ahol az én gyerekkorom telt, ahol megtanultam biciklizni, meg általában az a hely, ahova kellemes emlékek kötnek. Úgyhogy ma ez fog történni. Na, ha már ott tartottunk, hogy milyen frankó dolgok voltak a gyerekkoromban, hát ez pont nem volt, pedig igény nagyon lett volna rá. Ez itt egy pump track, aminek az a nyomorúságos magyar név jutott, hogy pumpapálya. Semmi köze a pumpáláshoz alapvetően, illetve hát az a mozgás, amit az ember végez itt a hullámokon, az tényleg egy kicsit, amit folyamatosan pumpál egy biciklit. A lényeg az, hogy ez egy hullámpálya, durva nagy mandinerekkel, rendes aszfaltból, azért, hogy körbe tudj rajta úgy menni, hogy egyet sem tekersz. Ez az egyik legjobb fejlődési alap a biciklizéshez, bármiféle biciklizéshez, mert nagyon jól megtanít őrizni a lendületet, bevenni a kanyarokat és kontrollálni a biciklit, akár a levegőben is, mert hogyha az ember igazán büfé lesz belőle, akkor simán lehet, hogy ezeken a dombokon nem átgurul, hanem átugrik. És testedzésnek első osztályú, tehát ha valaki lejön fél órát nyomni, akkor tényleg a földön húzza a kezét maga után, nincs olyan izomcsoport, amit nem mozgat meg, tényleg úgy nőnek ki a földből, mint a gomba. Nagyon remélem, hogy hamarosan nálunk is lesz Borosjenőn. És mindenkinek csak ajánlani tudom, lehet csinálni biciklivel, rollerrel, BMX-szel, gördeszkával. Tényleg ez egy zseniális móka. És most megmutatom, hogy kell csinálni. Mármint ez a bicikli irgalmatlan alkalmatlan rá. Nagyon-nagyon tapad a gumia, a erőt elnyeli a futómű. Ide pici, merevvázas, merevvillás, 24-es vagy 26-os kerekű, tükörsima gumis dörbicó kell, vagy valami ahhoz hasonló BMX. De akárhogy próbálkozik az ember, mindenhogy poén lesz, és mindenhogy átmozgat. Ezt most itt úgy hívják, hogy Meszlényi Zoltán Katolikus Általános Iskola, de amikor még ide jártam, akkor úgy hívták, hogy Esztergomi Szent István Gimnázium, a környék egyik legnagyobb múltú gimnáziuma volt, tényleg szerettünk ide járni, jók voltak a tanárik, jó volt az oktatás. Még nem aztán az egyik igazgató a tyúk szemére lépett, Meggyes Tamásnak, ugye a városunk akkori polgármesterének, aki szisztematikusan mindent megtett, hogy szétkúrják az egészet. Tulajdonképpen csak a legszebb gimis éveinket sikerült ezzel lenulláznia, de hát spongyált rá, már vagy 10 éve ennek is. A mai szekér egy Merida 160 8000, hát ugye ez a 160, ez arra utal, hogy ez a nagy endurójuk, mert hát régen ezeknek 160 méter rugóútjuk volt. Nem most már nyilván előrelépett a technika, fejlődik a minden is, úgyhogy most már 170 mm rugóútja van. Mondjuk ez egy nagyon érdekes dolog, mert ez a bicikli, ez kérhető úgy, hogy elől-hátul 29-es kereke van. Ebben az esetben elől 170, hátul 160 mm rugóút. Ellenben ez a konkrét darab egy MX változat, ami azt jelenti, hogy elől 29-es, hátul 27-es feles a kerék. Ilyenkor itt át lehet állítani a futóművet, hogy hátul is 170 mm legyen a rugóút. Az azért nagynak számít, mert ennél már csak a downhill bicikliknek nagyobb, azok ilyen 190-200 mm körül tudnak, attól függően nyilván, hogy milyen kerékméretet használnak. De ami még szintén fontos jellemző, karbonváz, vagy ahogy a mémben láttátok, carbon fiber. És nincs hátul forgáspont. Ugye látjuk, hogy működik ez a hátsó futómű. Itt van egy forgópont, itt van egy forgópont, itt pedig van egy link, egy kapocs. Viszont ugye ide is kéne rakni egy forgópontot. De a karbonnak a torzulása a szövés során annyira jól programozható, hogy ha még ekkora rugóútnál is elhagyható ez a hátsó forgóspont, mert itt tulajdonképpen anyagában meghajlik az egész. Jó masszív ringa, van dropperposzt, van nagy futómű, van jó fék, hát ez már tényleg
inkább lefelé van, tehát hogy szép lassan föl tudja magát csörlőzni vele az ember a hegytetőre, de aztán lefele közel úgy tud jönni, mint egy DH bicóval. Vannak vele aggályaim, vannak rajta szuper megoldások, de ezt így a túra során majd szép lassan meg fogom mutatni. Ez itt a 7-es számú hadifogoly temető a Strázsahegy lábánál. Ugye ebből több volt itt a környéken, mégpedig azért, mert amikor 1914-ben elkezdődött az első világháború, akkor azon a területen található, tehát a Strázsahegy előtt található laktanya egy üveggyár volt, de ez az üveggyár csődbe ment, és annak a helyén alakították ki a hadifogoly tábort, valamint kiképző tábort, ugye a frontra induló osztrák-magyar monarchiához tartozó katonáknak itt zajlott a kiképzése, valamint a hadifoglyokat itt tartották. És ugye 14-ben még hittek a háború gyors befejezésében, viszont nagyon gyorsan nőtt a létszám. Tehát a tábor létszáma nagyon hamar elérte a 10 000-et, ez később egyes becslések szerint elérte a 100 000-et is, tehát összességében több mint 3 millió ember fordult meg ezen a területen. De hogy nagyon gyorsan nőtt a hadifoglyok száma a 14-es évben, és hát a háború az nem nagyon fejeződött be hamar, ugye a híres idézet, hogy mire a levelek lehullanak, otthon leszünk, csak 4 évvel később, nem abban az évben. És a rossz higiénés körülmények között tifusz és kolera járvány tört ki. Emiatt aztán külön beteg táborokat alakítottak ki, hát amik kimondatlanul ilyen haláltáborok voltak, mert viszonylag kevesen tértek vissza élve, és valószínűleg ebben a temetőben is itt több mint 1500 ember fekszik, ugye mindegyiküknek kint van a neve a bejáraton, elég drámai látvány, de ez valószínűleg színűleg nem a teljes terület, tehát hogyha végignéztek, mindenhol látjátok a púpokat, ezek valószínűleg az egykori sírhelyek, és látjátok a két követ is, ezek pedig tiszteknek tulajdonképpen a fejfáj. Orosz, szerb, román és olasz katonák, valamint tisztek fekszenek itt, és ugyan mostanában a popkultúra már kezdi fölkapni egy kicsit az első világháborút, de mindig szeretjük elfelejteni, talán azért, mert kevesebb rögzítési lehetőség állt rendelkezésre, mint a második világháborúnál, hogy mindig szeretjük elfelejteni, hogy ez mennyivel borzasztóbb és mennyivel feleslegesebb volt, mint a második világháború, és azt, hogy mennyire formálta a világunkat. Tehát az a társadalmi berendezkedésünkben most élünk, azok a határok, amiket most ismerünk, azok jó részt az első világháború alatt alakultak ki. Hogyha az ember eljön ide, egy ilyen katonai temetőbe, akkor ez jusson eszébe, mert erről beszélni kell, hogy véletlen se ismétlődjön meg. Nézzétek, ott van a házam, ott nőttünk fel, ott a családi ház, ott a Palatinus tó partján, ami egykor egy bányató volt. Ez itt amúgy Esztergom kertváros, és a nagyanyám, aki 70 éves korában halt meg, ő még mindig csak úgy emlegette, hogy a tábor. Na, hát ugye az előbb már emlegetett hadifogoly tábor miatt. Aztán ugye a történelem viharai, hogy jöttek jobbra-balra, itt érdemes tovább menni az egykori szovjet laktanya felé. Ezt ugye a hadifogoly táborból alakították ki 45 után, amikor megjöttek a szovjetek ideiglenesen itt tartózkodni 50 évig. És a helyiek nagyon szerették, mert bent egy kánaán volt, tulajdonképpen minden elérhető volt a helyi kisboltokban, ami a földi halandóknak kint nem, ugye az egyenlők meg az egyenlőbbek. Aztán, ahogy a történelem elmosta a szovjeteket is, úgy megszűnt az Esztergom melletti Labormim C-telephelye, ahol aztán létrejött a Suzuki gyár. Hogy mit keres itt a Suzuki gyár, és miért olyan fontos Esztergom szempontjából a Suzuki gyár, arról készítettünk egy külön videót, azt mindenképpen nézzétek meg. A lényeg az, hogy már a 80-as évek közepe óta szervezkedtek a japánok és a magyarok, hogy ide szervezzék a gyárat, aminek hát nyilván adott egy rohadt nagy lökést a rendszerváltás. És ugye az is nagyon fontos, hogy itt hát a magyar embereknek volt egy nagyon érdekes találkozása a japán munkamorállal és a japán munkakultúrával, amiről szintén szó van abban a remek videóban. És itt az a remek bicikli, amit tényleg egy jó biciklinek tartok, remek vele menni lefelé, és remek lenne vele menni fölfelé, hogyha nem olyan gumi lenne rajta, amilyen. Ez itt egy Maxxis, hátul egy DHR2, Minion DHR2, elől pedig Assegai extra light keverék, eddig minden rendben is lenne, de hogy ez double down, vagyis extra erős oldalfalú gumi, azért, hogyha az ember zúz vele, akkor ne szakítsa ki. Ez mind szép és jó, de ugye ennek a bringának tekerhetőnek kéne lennie, és ezek ilyen 1200-1300 grammos külsők, szemben mondjuk egy 8-900 grammos hagyományos gumival. És nem azon a fél kilón van a hangsúly, ami a bringa teljes súlyához hozzájön. Az nem érdekelne.
hanem hogy ez a 4-500 gram, ez bizony a forgótömegben jelentkezik. Ezt a biciklit tekerni felfelé, hát a herém leszáll, úgy küzdök, tényleg. Viszont lefele megvan az a jó tétemény, hogy nem kell gondolkodni, csak így pup, átküldeni mindenem. Most viszont megyünk tovább Esztergomba. Gyerekkorom egyik legnagyobb vágya az volt, hogy én bringával járhassam a suliba, amit anyukám sosem engedett, mert hogy a 10-es úton a Rubik Ernő reptér mellett kellett volna betekernem a városba, ami hát nem egy életbiztosítás. Úgyhogy amikor már egyedül eljárogattam bringázni, akkor mindig itt a Suzuki gyár mögött egy ilyen szép mosott szar köves úton tekertük be, mert itt ugye legalább nem volt autós forgalom. És most csináltak egy hibátlan, tükörsima bringa utat. 10 évvel azután, hogy elköltöztem Esztergom kertvárosból, és Roland is eljött, és érdektelenné vált, itt a bringa út, és bringázhatnánk rajta, és közlekedhetnénk rajta. Hogy ezt miért nem lehetett megcsinálni 15 évet, de tényleg? Hát mennyire jó! Nézd meg! El van festve, sima, be tudsz menni Esztergomba. Minden városnak megvannak a maga legendái, és Esztergom kapcsán mindenki könnyen gondolhat Szent Istvánra, de nem, Esztergom legendája Fuser, polgári nevén H. Tamás, egy kesztölci hegesztő. Most nagy motorokkal, GSX-elekkel még ilyenekkel rohangált, de azzal került be a hírekbe 2014-ben, tehát most már ide soha 10 éve, hogy egyik este itt a Hollywood nevű kocsmában ivott a buszvégen, ami akkor még tényleg egy buszvégállomás volt, most szerencsére valami szebbet csinálnak belőle, mert tényleg irgalmatlanul prudján nézett ki. Szóval, hogy a Hollywoodba iszogatott, és este, amikor befejezték, akkor így nem járt több busz. Ő viszont egy rendes ember volt, és tudta, hogy sörözés után busszal kell hazamenni, úgyhogy elkötött egy buszt. Emberünk tényleg így lődörgött a busz végen, és az egyik busznak így látta, hogy benne van a kulcs a gyújtáskapcsolóban, és hogy be tudja nyomni az ajtót. Úgyhogy benyomta, beült, és hazavezetett baleset és mindennemi probléma nélkül Kesztölcre, és soha az életbe ki nem derült volna, hogyha másnap józanul nem megy be vallomást tenni a rendőrségre. Úgyhogy helyi legendák, Fuser, átérezzük. Amiért ezt a biciklit valójában elkértem, az a SRAM AXS váltó, ez egy GX, tehát a felső polcos cuccok közül mondjuk, hogy a középkategóriás, van alatta még NX, de van még fölötte bőven más is. Szóval, hogy az AX ez azt jelenti, hogy ez egy elektromos váltó. Hát itt, hogyha a hátulján lepattintom ezt a műanyag elemet, akkor láthatjátok, hogy itt van egy kis akkumulátor, és rádiójellel kommunikál a kormányon lévő kis mikrokapcsolóval. Fölvált, levált, nem kell erőlködni a bofdene meg ilyenekkel, alapvetően tök jól működik. Nagyon-nagyon szeretem, amennyire elleneztem, amíg nem próbáltam, mostanában annyira kezdek rácsúszni. Csak azt a problémát hozza be, azt a filozófiai kérdést kell az embernek magában eldöntenie, hogy a biciklit, amit az egyszerűség miatt szeretünk, azt akarja bonyolítani ilyen eszközökkel, mert mind tényleg nagyon jól működik, de mi van, hogyha az embernek pont van egy órája, és le van merülve? Gyorsan föltölt, nem arról van szó, csak behozunk egy olyan faktort, amivel számolni kell, amivel amúgy nem biztos, hogy kéne. Ettől függetlenül nekem szerintem a következő biciklimen lesz ilyen, mert tényleg nagyon jó, és én nagyjából egy ilyen 2 hetet bringáztam ezzel a biciklivel egy töltéssel, az azt jelenti, hogy nagyjából egy ilyen 120-30 km utcán és terepen felváltva ment bele, tehát azért váltogattam bőven, és félig merült. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokat bírnak ezek a kis akkumulátorok, és nyilván ez a SRAM-nek egy rendszerbe illeszkedik, tehát vehetünk letolható nyerekcsövet rádiós vezérléssel, de most már van adaptív futómű, ami szintén ilyen akkumulátorokkal működik. Gyerekkorom egyik legmeghatározóbb emléke Esztergomról az az, hogy a Mária Valéria hídnak a középső 3 eleme hiányzik. Tehát megvolt ez az első darab, és a Párkányi oldalon, ugye Magyarországot köti össze Szlovákiával, szóval a Párkányi oldalon pedig a másik. És a középső 3 szelvény egyszerűen hiányzott. És én mindig azt tudtam,
hogy 44-ben a visszavonuló német csapatok robbantották fel, azt hiszem december környékén, viszont mint később utána olvastam, 19-ben az első világháború után a csehszlovákok már eldurrantották ott az első hídelemet, bár ezt viszonylag korán újjáépítették. Akárhogy is, 2001. októberében Orbán Viktor átadta, és hogy milyen jó téteményei voltak itt a környékre nézve, a 24%-os párkányi munkanélküliség a felére esett vissza. Viszont sokan bírálták a hidat, hogy miért nem építették meg masszívabbra, ezen itt most, hogy ez egy kétsávos híd, 3,5 tonnás súlykorlátozással, mert ugye ott is vannak ipartelepek Párkányba, itt Esztergomban is vannak ipartelepek, és nincs meg köztük a szárazföldi összekötetés, úgyhogy évek óta beszélnek arról, hogy egyszer majd építenek egy ipari teherhidat a Dunára a két város közé. Az viszont biztos, hogy így most jelentősen könnyebb a közlekedés, mint annó a komppal. Én emlékszem, hogy rengeteget komposztunk, amikor mentünk át. Most viszont, hogyha az ember úgy van, szombat este fogja magát, aztán átmegy inni egy sört, enni egy pizzát, Párkánynak amúgy elég jó a főutcája. Bár most október 14-től Robert Fico azt mondta, hogy visszaállítják az ideiglenes határellenőrzést az illegális migrációra hivatkozva. Hát, majd beszámolunk erről is. Itt vagyunk a Nagyboldogasszony és Szent Adalbert főszékes egyháznál, vagy ahogy a világ ismeri, az esztergomi bazilikánál. Na most az altemplomtól a kupoláig 100 méter magas ez az épület, és csak hogy meglegyen, ez Magyarország második legmagasabb épülete, vagyis a MOL Campus az magasabb nála, de hát ugye ennek azért egy picit dicsőbb a rendeltetése. Nyilván lehet számolni még mindenféle adótornyokat, meg kéményeket, amik ott vannak a kettő között, vagy magasabbak ezeknél, de a hagyományos épületek közül tényleg ez a második legmagasabb. És ha az ember itt él, tényleg én oda jártam iskolába, az egész gyerekkoromat itt töltöttem, ide jártunk fagyizni, ide jártunk csajozni, mi egyéb, biciklizni, így azért, hogy mondjam, egy kis nerőd megszoktuk. De hogyha valaki ide jön mondjuk turistaként Németországból, és rengetegen jönnek a folyami hajókon, akkor azért elég megkapó látvány. És Európa harmadik legnagyobb templomáról beszélünk, ami egy szép eredmény. Mindig igyekeztem felvenni egy bűvelt ember álcáját, viszont akárhányszor szóba került ez az emlékmű, csak annyit tudtam mondani, hogy a Gördeszkás szobor. Hogy találkozunk a Gördeszkás szobornál? Hogy tudod, biciklivel ott leszünk a Gördeszkás szobornál, mert le lehet mutatni a domboldalba. Na most, ez Víg Tamás alkotás, 1980-ban adták át, és ez hát egy honfoglaló vitéz arctalan alakját testesíti meg, de akárhány helybérivel beszéltem, tényleg idősek, fiatalok, mindenki úgy ismeri, hogy a Gördeszkás szobor. Amúgy voltak mindenféle viták arról, hogy biztos ide kell ezt rakni, mert ugye itt ennek a domboldalnak a főszereplője a vár, a bazilika, és ez a robosztus dolog itt ezért eléggé elvonja róla a figyelmet, de nem ez a legrosszabb dolog, ami Esztergomban történt, hát amikor megnyitották a Bástyáruházat a klasszikus városközpontban, azt a kommunista, brutalista betondarabot, az azért az sokkal rosszabbul néz ki. Úgyhogy a Gördeszkás szobor. De azért találkoztunk itt, mert innen lehet bringázni. Magyarósi sziklákon kezdtük a napot, utána föltekertünk a Strázsahegyre, utána a Várdomban föltekertünk a Bazilikára, most pedig itt vagyunk a Vaskapuban, az esztergomi Vaskapu vendégháznál. Itt van egy tök jó kis étterem, mindenképpen érdemes megkóstolni a fokhagymalevest, mert nagyon finom, és be lehet látni az egész Dunakanyart. 404 méter magasan vagyunk, ez a mai túrának így a legmagasabb pontja, és szívből remélem, hogy többet nem kell másznom azokkal a bonyokkal, mert maradandó nyomot hagytok bennem. Na de, a lényeg, hogy most elindulunk vissza, és ezt a mai túrát egy ilyen cirka 50 km-rel fogjuk zárni, és akkor elmondom, hogy megéri a bicikli. Vagy nem. Kerülhetetlen, hogy beszéljünk egy kicsit a kerékpár futóművekről, és tudom, hogy nem így szoktak rájuk hivatkozni, mert hogy villa meg rugóstak, de most az emberekhez szólunk, nem a bringásokhoz.
Szóval, az első villa az egy RockShox Zeb Ultimate, ami azt jelenti, hogy ez a 170 mm mozgó, nagy freeride per enduro villa, most már ugye eléggé összemosódnak a kategóriák, állítható a húzó és nyomófokozati csillapítás, viszont a nyomófokozat az élből két lépcsőben. Tehát a nagysebességű mozgások és a kisebességű mozgások, a huppanások, hogyha az ember eleget eltekergeti ezeket a kis potikat, akkor el tudja érni azt a hatást, hogy amikor neki megy egy sziklakertnek, akkor azokat a gyors mozgásokat így szépen fölveszi, viszont ha elugrik egy ugratóról és lecsattan, akkor azt viszont azt is hatékonyan csillapítja. Na most, levegős a villa, tehát nincs benne rugó, a rugózó elem az tulajdonképpen a sűrített levegő egy dugattyú révén, és természetesen QR15-ös eltütőtengely van benne, hogy kellően merev legyen. Ez egy 38 mm átmérőjű becsúszószer, sokat elárul, hogy az aktuális RockShox DH villa, a dupla vállas boxer, szintén ugyanekkora becsúszókkal megy. El kell vele egy picit játszani, de aztán be lehet állítani. Ez itt most egy tesztbicó, valószínűleg még sosem cseréltek benne olajat, márpedig aki ilyen komoly bicikliben gondolkodik, akkor ez megveszi, majd elviszi az első bringa szervizbe, és lecserélteti benne az olajat, mert nagyon sokszor előfordul, hogy hónapokat állnak a polcon ezek az alkatrészek beszerelés előtt, vagy utaznak a tengeren, vagy akármi, és egész egyszerűen, mire megérkezik a végfelhasználóhoz, már nem jó, már pedig ezekben olajat kell cserélni, mert tönkre mennek. A rugós tag az egy Super Deluxe Ultimate. Én még néhány jelzőt beleraktam volna, mondjuk, hogy Hyper, Ultra, stb., mert így nem hallatszik, hogy ez nagyon frankó ez a cucc. Itt is van Low Speed Compression, tehát a kisebességű nyomófokozatú csillapítás és high speed compression, amivel el tudjuk zárni, tehát ne nyelj el annyira a tekerés erejét. Ezek nagyon jó cuccok, de ha már hidraulika, természetesen van dropper posztunk, azért, mert amikor lefele megyünk a biciklivel és irgalmatlan veretés van, akkor ne legyen útba a nyereg, amikor meg felfele megyünk, akkor meg hosszú lábbal kell tekerni, legyen kényelmes ülni. Most ez itt egy kifejezetten nagy, egy majdnem 30 centit mozgó dropper. Van neki egy ilyen kis állító konzolja, amivel be tudjuk azt hangolni, hogy ne jöjjön ki ennyire, csak mondjuk ennyire. Elő kell venni egy imbuszt, fixálni az adott ponton, és akkor csak addig jön ki. Szerencsére nekem ilyen hosszú lábaim vannak, úgyhogy jó az alapbeállítás. Szerintem, hogyha egy városnak van hegyoldala, ott törvényszerű, hogy ki fog nőni egy kis bringapálya. Ugye ezek teljesen illegálisak, ahogy az ország területének nagy részén nem nagyon szabad az erdőben biciklizni, pláne ásni, meg hasonlókat csinálni, hogy legyenek ugratók és kanyarok. Úgy itt sem, viszont hát én amikor 15 éve voltam itt először, akkor már évek óta működött. És mindig van egy csapat, aki kijár, aki fejleszti, aztán ők elmennek dolgozni, családjuk lesz, akkor jön valaki más, aki kijár és fejleszti. Szerintem, akik először csinálták ezt a pályát itt Esztergomban, azok azóta már valószínűleg nagyszülők. De Brennernek hívják, a mély út elején található Brenner villa miatt. Itt szerveztük a csoki kupákat, ide jártunk ki bringázni hétvégénke, ástunk rengeteget, szerintem több tonna földet megmozgattunk azért, hogy itt legyenek ugratók, meg minden franc. Szóval tényleg ez itt markánsan egy darabja a gyerekkoromnak, meg még nagyon sok barátom gyerekkorának egy darabja, és amikor így szökő évente erre tévedek biciklivel, akkor ide már csak a hagyományőrzés kedvéért is be kell jönni. Most éppen nincs annyira jó állapotban, de ez dinamikusan változik évről évre. Én nagyon boldog lennék, hogyha születne egy olyan szabályozás, ami ezeknek a pályáknak a megmaradását, karbantartását és fejlesztését lehetővé tenni, mert azért alapvetően azok a srácok, akik itt nyomulnak, nem csak arra figyelnek oda, hogy a pálya jó legyen, de azért mindig összeszedtük a szemetet, itt sem látok most úgy nagyon szétszórva dolgokat, és mindig igyekeztünk odafigyelni arra, hogy ne vágjunk ki fát, hogy ne bántsuk az erdő élővilágát. Alapvetően csak bringázni akartunk, mint oly sokan mások, de mindig jó is szélni. A fék, ahogy minden rendes biciklin lennie kell, Shimano, ezúttal Deore XT, és a tárcsa az Icetech, vagyis két réteg acél kopó réteg között van egy alumínium mag, hogy segítse a hőelvezetést, és nyilván egy alumínium csillagra szegecselték rá a fékfelületet magát. Négy dugós a nyereg, benne kerámia dugókkal, figyeled, versenytechnika, és még a betétek is hűtöttek, van rajtuk frankó kis hűtőborda. Ekkora kerekeknél, ekkora tempónál, meg amire ezt a biciklit kitalálták, igazából már csak a 203 mm-es tárcsa jöhet szóba. Jól adagolható, jól megállít, és alapvetően
itthoni körülmények között, de szerintem külföldön sem nagyon lehet elfogyasztani. Ezzel az XT-vel mindig úgy voltam, hogy drágább féke van a Shimano-nak, de jobb meg nem kell. Aztán, amit még nagyon szeretek benne, azok a racefész kerekek, Turbiner, figyeljétek, biciklis körökben a kerékagy hang az olyan, mint az autóknál a kipufogó hang, úgyhogy ez egy gyönyörű racsni hang, retesz hang. Amikor jössz le egy ilyen ösvényen, és csak azt hallod, hogy zúg a füledben a szél, meg ahogy reteszel a hátsó agy, addiktív. Tényleg, az élménynek mondjuk a 30%-át adja. Okos ötletek, ugye van kis szerszámosunk itt hátul, ahonnan elő tudunk venni egy imbuszkészletet. De most nagyon jó, hogy itt van, és nagyon jó megoldás ez a kis tároló, viszont nem tudom, hogy ez a gumikallantyú, amit így ráhúzunk, amikor elrakjuk, az mennyire lesz hosszú életű, mert ugye szívja az UV, eszi a hideg, nem nagyon tartós dolgok szoktak ezek lenni, és a másik kedvencem a Fidlock. A Fidlock az egy ilyen mágneses rögzítő konzol a kulacshoz, tényleg az ember ide teszi, így, és a mágnes a helyére rakja. Ez amúgy egy ilyen szabadalmaztatott rögzítő elem, ezt le is tudjuk szerelni. Én határozottan szeretem, jó pofa. Azért jó, mert hogyha itt van egy szerszámkészlet, és itt van a víz, akkor az ember el tud menni úgy biciklizni, hogy nem visz magával táskát, vagy övtáskát, vagy semmit, hiszen ami kell, az nála van. Innen indultunk reggel, itt vagyunk Rolandéknál, Mogyorósbányán. Innen mentünk fel a Sziklához, ugye ott készült a felkonf, és most ide értünk vissza. 60 km volt pont az út, valamivel több mint 800 méter szinttel. Azért ez engem ez a táv nem szokott meghatni, de hála a már megénekelt gumiknak, azért most érzem a combom. Nem is ez a lényeg, úgyis mindenkit az a kérdés foglalkoztat, hogy megéri-e venni egy ilyen biciklit. Na most, hogyha elmondom, hogy ez 2.700.000 forint, akkor azért elég sokan ledobják az égszíjat, hogy ebből azért már nem rossz autót lehet venni, és tényleg. Viszont tekintsük ezt egy professzionális sporteszköznek. És mint ilyen, én azt gondolom, itthoni használatra nem feltétlen éri meg. Azért eléggé képbe vagyok, hogy milyen terepek vannak itt a környéken, akár itt Budapest vonzás körzetében, akár az országban. Tehát ilyen szuperendúróra, ilyen nagy rúgóta szuperendúróra viszonylag kevés helyen van szükség, habár az az érzés, hogy bárhol tényleg gondolkodás nélkül el lehet ereszteni, mert mindent kimozog, és a tengelytáv miatt irdatlan stabil, az azért elég sokat megér. De 2.700.000 forint ezzel a fullos felszereltséggel, ha nem számítjuk az elektromos változatokat, akkor most ez tulajdonképpen a Merida csúcsa. Nem egy rossz árérték arány, tekintve, hogy mit kapunk érte. Csak hát, amit kapunk érte, arra nem biztos, hogy szükségünk van. Erre a túrázásra nyilvánvalóan túlzott és felesleges, eltekintve az egy-két DH-s szakasztól, de hát igazából oda sem kell még. Ennek ellenére a bringa jó, csak hazai felhasználásra nem biztos, hogy kiadja. Viszont lehet venni kisebbet, vagy hogyha az ember gyakran jár Ausztriába, vagy az Alpokba, ahol irgalmatlan szinteket nyom föntről lefele jellemzően, mondjuk felvonós rásegítéssel, és ott akar bringázni a DH-sokkal, akkor meg igazából tök jó. Ha megkap két könnyebb gumit, igazából tekerni is lehet.